mikor úgy érzed, hogy más életét éled, s egy percig sem vagy önmagad. Ha a bánat fogsora az izmaidba mélyed, ha a múlt a lelkedhez tapad, törzsít a kényelem korlátait, mert lépj, szállj. Szemedbe szökik a fény, nyílik a zár, kiszabadít ott legbelül, lehet a szíved vándor madár, de tudod jól. És itt is van velünk Pál Dénes, szia! Ugye ez az első olyan dalod, aminek az alapötlete is tőled származik, Szabó Zével közösen írtátok a dalt. Molnár Tomi írta a szöveget hozzá. Hogy nézett ki a munkafolyamat? Hogy osztottátok le ezt az egészet? Hát először is ugye ebből a dal foszlányból indult ki az egész, aminek én nagyon örülök, és nagyon drukkoltam, hogy valami jóvá forja ki magát a végén a dal, hiszen izgultam, mert ez volt az első olyan alapötlet, amit úgy mertem is megmutatni egy szakavatottnak, aki úgy hozzáértő, és persze volt ebben sok olyan elem volt, amit mi kihúztunk, kitöröltünk ebből, és aztán így lett kibontva, ugye Szabó Zé így bontotta ki egy komplett dallá, és Molnár Tomit kértem fel a szövegre, hiszen ők voltak az első szerzőpáros, akik a legelső önálló dalnál is közleműködtek, ők írták. Úgyhogy újra volt így közel 4 év után együtt dolgozni, de hál' Istennek ugyanazt a rutint így fel tudtuk venni. Bocsánat, de csak annyi, hogy a szöveget azt egyáltalán nem szóltál bele a szövegbe, vagy volt esetleg egy valamilyen szintű elképzelésed és egy irány, vagy ebben hát mennyiben segített a Tomi neked? A szöveg maga a téma az meg volt, ahhoz ragaszkodtam, illetve próbáltuk a lehető legjobban leszűkíteni ezt, hogy én mire is gondolok, és milyen úton kéne elindulni. Voltak ötletek, voltak olyan támpontok, amivel nagyon szerettem volna, hogy eltérünk, illetve azt mondtam a Tominak, hogy nem baj, hogy ez egy picit karcosabb szöveg lesz, kicsikét lesz éle, nem lesz annyira túlságosan általános dolgokat nem használunk, úgyhogy örültem, hogy egy picikét koszosabb lett a szöveg. A videóklip sem megszokott, hiszen nem egy videóklipről beszélünk, hanem egy animációról. Hogy animáció lett? Őszintén szólva az első elképzelés is az volt már, hogy első körben ehhez nem terveztem videóklipet, persze megvan a sztori a fejemben, hogyha majd videóklip lesz belőle. Ezt majd a jövő dönti el, hogy ez megszületik-e, akkor tulajdonképpen miről szólna. Viszont ugye itt egy ilyen album animáció kerekedett ki az egészből, nem is lyrics videó, hiszen csak a refrén van feliratozva, úgyhogy ez egy kis hajóról szól, egy ilyen kis magányos hajóról, és tulajdonképpen ez egy ilyen szimbóluma az egész dalnak, hiszen én egy olyan időszakomban írtam magát a dalt, illetve akkor sikerült ezt legyártani, amikor nagyon sok dolog nem jött össze, tehát úgy mindig, amikor becsapódik egy ajtó, és akkor már nagyon sok, nem jönnek össze a dolgok. De nem vagy egyedül. Igen, de szóval az emberi nevet a káoszon, nekem voltak olyan napja, amikor nem hiszem el, hogy ez is megtörténik, és kicsit leül az ember, és csak röhögni tudsz, hogy innen már nincsen tovább. Úgyhogy nagyjából így ebből a szürkületből a végén a színes, pozitív irányba alakul ki ez az album is, tehát hogy ezt akarja szimbolizálni. És tervezel még esetleg új dalt 2017-ben erre az albumra, ebből a szürkületből? Igazság szerint most készültek új dalok, meg készülnek új dalok már a következő évre, és ezt lehet egy picit ilyen előre dolgozásnak is felfogni. Én azt szeretem, hogyha biztonsága valami elkészül, és ért már meglepetés, hogy valami nem készült a határidőre, úgyhogy most éppen ezt szeretnénk elkerülni. Idén szerintem 2-3 dalat elkészítünk, és ezzel a jövő év elején már az egyikkel jelentkezünk is. És ha jól tudom, akkor egy különleges koncerttel is készültök, vagy több? Kettő szimfonikus hangzás. Így van, most már egy ilyen hagyományen nőtte ki magát, hogy adventi koncertet tartok. Az egyik helyszínű az Budapest, az a Monkulturális Központ, a másik pedig szülővároson Miskolc, és
tulajdonképpen minden évben itt kicsit variálunk, kicsit változtatunk, most idén azzal lesz megspékelve, hogy egy vonós négyesre is kiegészülünk, úgyhogy ennek a klasszik nevet adtuk, úgyhogy bízom benne, hogy azok is, akik már előző éveken voltak, van plusz élményt kapnak. Köszönjük szépen, Dénes, hogy eljöttél hozzánk, és várjuk a lemezt. Várjuk a lemezt, mindenképpen köszönjük.